Szép jó estét kívánok! Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a múlt sportlegendáit, illetve a jelen kiválóságait mutatjuk be. Mai vendégem Alekszejev Tamara, öttusázó, világ és Európa bajnok, sokszoros magyar bajnok öttusázónk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra a sport. Ez itt is, ebben a műsorban is számtalanszor elmondom, hogy rendben van, hogy mi vagyunk a királyok városa, egyre jobban fejlődik a fehérvári gazdaság, a kultúra nem különben, ugyanakkor egy olyan sportváros vagyunk, ahol az alapsportágakon túl fantasztikus sikernek szurkolhatunk esztendőről esztendőre, és ebben élen jár természetesen az öttusa. Nagyon-nagyon fontos az a pályafutás, amit te magad mögött tudhatsz, és ezért is ismerkedjünk meg az alapokkal. Kezdjük az indítatással, hiszen az mindig nagyon fontos egy öttusázónál, hogy mi bírja rá, hogy ezt a sportágat válassza. Nekem 7 éves koromban kezdődött a pályafutásom. Fogalmam nem volt, hogy mi az az öttusa. Általános iskolával mentünk el úszó órákra, és ott válogatták ki a gyerekeket, és engem is kiválasztottak, és mondták, hogy miből áll ez az öttusa, és én nagyon szerettem az állatokat, a ló volt a kedvenc állatom, és hazamentem, és mondtam anyuiknak, hogy én szeretnék öttusázni. A lovaglás miatt ugye én mindenképpen azt vártam a legjobban, de akkor még nem tudtam, hogy úszás-futással kezdünk, lövészet, vívás, és a lovaglás lesz a legutolsó, amit űzni fogunk. Úgyhogy így elkezdtem öttusázni, anyuék vittek edzésekre, és megszerettem, és azóta is tart ez a... Ki volt az első mestered, és melyek voltak az első sikerélményeid, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen összetett sportágnál korán sem mindegy, hogy milyen benyomásokat szerez egy fiatal az első időszakokban. Nekem a sportpályafutásom során nagyon sok edző volt. Talán akivel kezdtem, én emlékszem, hogy még úszáson ott volt Korponai István, és Varga Zoltán, ők ott segédkeztek, de az inkább ilyen játékosabb volt, és amikor felkerültem a profik közé, vagy egy nagyobb csoportba, akkor Galla István és Komlódi Zsolt lett az edzőm, és ők határozták meg a pályafutásomat. Igen, ezek nagyon fontos időszakok. Amikor a három tusa után elkezdtél megismerkedni a lovaglással, az nyilván könnyen ment, gondolom én. Viszont a vívás és a lövészet már egészen más téma. Igen, amikor még állólövészet volt, ugye én abban az időben kezdtem el öttusázni, és az már egész jól ment, és amikor változtattak erre a kombinált számra, akkor nekem nagyon nehezen indult be a lövészet, még a mai napig is problémáim vannak vele néha, viszont ez nagyon sok gyakorlást, tehát nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ez jól menjen, és szerintem ezt örökké lehet tanulni. Gyorsan jöttek az első sikerek? Ez persze relatív, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mi egy öttusa nemzet vagyunk, és azért elég széles a szakvezetők számára a merítési lehetőség is, de azért nyilvánvaló, hogy gyorsan kiderült, hogy te tehetséges vagy. Igen, 16 évesen engem már vittek Guatemalába a felnőtt világbajnokságra, viszont előtte nekem nagyon, nagyon nehezen jöttek, tehát nekem sok idő kellett, hogy ebbe belerázkodjak. Ez például a vívásomon is látszik, hogy egyszer-egyszer mindig vívtam egy kimagaslót, de csak egy pár éve kezdődött el az, hogy folyamatosan tudom hozni azt a jó eredményt, amire képes vagyok. A hullámzó teljesítményednek van ellenszere? Tehát nyilván a gyakorlás, mondjuk mi. Többet egy öttusázónál nem edz senki, ez meggyőződésem. Igen, a legfontosabb az szerintem a gyakorlás, tehát minél több edzés van, és még hozzá kell tennem, hogy a rutin szerintem nagyon sokat számít, mert már teljesen máshogy gondolkodom vívás közben, és meg tudok nyugodni, ami szerintem nagyon fontos, mert én egy nagyon heves mérsékletű versenyző vagyok. Nagyon sokszor probléma, hogy nem vagyok elég türelmes, és most már megtanultam ezt kezelni. Ugye a vívásról azért kell, hogy különbeszéljünk, mert abból azért szempontból is fontos, nem csak a pontgyűjtés szempontjából, hanem a vetélytárstól veszed el az eredményt. Van kedvenc sportágad az öt közül? Ugye a lovaglást említetted, de nyilvánvaló, hogy azért bejön más is. Az úszáson kívül mindent szeretek. Persze természetesen kedvencem a lovaglás, és én nagyon szeretek futni. Tehát ezen mindenki megbotránkozik, hogy miért a futás, de én nagyon szeretem feszegetni a határaimat. Igaz, ez úszásba is lehetne, de mivel én nem számítok annyira jó úszónak, én a futást azt nagyon szeretem, például edzéseken is, amikor tényleg feszegetem a saját határaimat. Vívásban az edzés nekem kicsit unalmas, versenyezni viszont nagyon szeretek.
Tehát a lézerrun is bejött neked ilyen szempontból. Bár sokan idegenkednek tőle, meg kell valljam, hogy ősi öttusa nézőként és rajongóként nekem sem nagyon tetszik. Igen, én is ockodtam tőle az elején. Még mindig vannak problémáim vele. Ha külön lenne, annak jobban örülnék, de kénytelen vagyok hozzászokni ez a kombinált számhoz is. Nyilvánvaló, és mi is, mi más tehetnénk. Ott tartottunk, hogy 2000 Guatemalánál 16 esztendősen, aztán utána nem volt megtorpanás. Tehát a pályafutásod, nyilván voltak nehézségeid, de azért van egy olyan íve, ami folyamatosan felfelé száll. Igen, szerencsére elkezdtek jönni az eredmények. Sajnos én az elején beskatujáztam magam örök harmadiknak a Saci és a Zsófi mögött, és nekem ezt évekbe tellett, amíg rendeztem magamban, hogy igenis én is ott tudok lenni a legjobbak között, és hogy nem az örök harmadik vagyok, hanem meg tudok előzni mindenkit. Ugye Kovács Saciról és Földházi Zsófiáról beszélünk. Mikor jött el ez a pillanat? Hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy előbb-utóbb mindenki, ha folyamatosan készül, kellően tehetséges és szorgalmas teszem hozzá, akkor jönnek az eredmények is. Az első nagy eredményem az 2017-ben volt, amikor megnyertem a világkupa döntőt, és szerintem bennem ott fordult át valami, hogy igenis, és ezt meg tudom csinálni, és ott torony magasan nyertem nagy előnnyel, és nekem ez elindította ezt a magabiztosságot, önbizalmat. Hiszen akkortól jött a sikersztori mindenféle értelemben, hiszen Kairóban, a csapatban aranyérmesek lettetek, aztán csapatban szintén Mexikóban, és így tovább, és utána. De elsősorban a csapat eredményekre lehetsz büszke, de nyilvánvaló, hogy egyéniben is remekül szerepeltél. Ez annak köszönhető, hogy azért mindig klasszisok vettek körül? Persze, mi segítettük egymást, ugye ez a háromszoros világbajnokok vagyunk csapatban, ehhez mindhárman kellettünk, és az Európa-bajnoki címünkhöz is másodikak is voltunk, és természetesen, tehát ehhez nem csak én kellettem, hanem mindhárman, és egymással is versenyeztünk, hiába vagyunk barátnők, de segítettük egymást is. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszak rendkívül sikeres volt, és nyilvánvalóan fontos, mert hogy azért minden esztendőben van Európa-bajnokság és világbajnokság, világkupa versenyek garmada, remekül szerepeltetek mindnyájan, tehát a fehérvárjakra gondolok. Ugyanakkor a csúcs mindig az olimpia, és nem csak azért, mert 4 évente rendezik. Most nem Pekingről kérdezlek, hanem egy kicsit, milyen felkészülést kíván ez a válogatási rendszer? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy csak 2 sportolónk indulhat, csapatverseny pedig nincsen sajnos. Igen, ez nagyon nehéz, mert elég erős a magyar női mezőny, és sokan vagyunk arra a 2 kvótára. Most 3-unknak sikerült megszerezni, és ugye nem én mentem, és Rióba se én mentem, és Pekingbe se, és ezt nagyon szörnyű volt, tehát a tévéből is végignézni nekem ez. Ezt miként éli meg egy sportoló, aki azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy napról napra az esztendő 365 napján arra készül, hogy a 4. év végén megmutathassa magát világnak egy olimpiai játékokon. Ez szörnyű érzés, nagyon nehéz magamat túltenni rajta. Én nem is bírtam nézni a tévében az olimpiát, most se, és 4 évvel ezelőtt Rióba se. Szinte teljesen biztos voltam, hogy én most menni fogok az olimpiára, és úgy is készültem. Sajnos ez nem jött össze. Nyilvánvaló, hogy mentálisan azért át kell vészelni ezt. Ez miként sikerül, hiszen mondjuk mi történt Rio után? Jöttek az eredmények ismét. Igen, és akkor jöttek az eredmények, és tényleg azt gondoltam, hogy ki fogok jutni, viszont jött egy fiatal lány, a Gulyás Michel, ő nagyon ügyes, és hát átvette a helyemet, ha úgy vesszük, mert sok versenyen megelőzött, és tényleg jobb volt nálam. Ezen szerintem csak az idő tud segíteni, tehát időről időre egy kicsit jobb, és tehát én úgy voltam vele, hogy abba hagyom, hogy én ezt már nem csinálom, tovább nem bírom, viszont a Sacinak az eredménye annyira felbuzdított, hogy én ezt így nem hagyhatom abba, hogy ennyi éven benne van, és mindenképp szeretném megcsinálni még a következő olimpiát. Szurkolunk Párizsért, viszont egy kicsit beszéljünk a felkészülési időszakról. Melyek a legnehezebb időszakok? Nyilvánvaló az egész év edzésekkel telik, de azért a kiemelt versenyekre egy kicsit mindig más, gondolom. Igen, nekem inkább a legnehezebb időszak az az alapozás. Ugye ott sokkal monotonabb az egész, nem szakítják félbe versenyek, ott tényleg csak az van, hogy edzünk.
És tehát ott a monotonitásra kell figyelni, és a versenyidőszak azt nekem sokkal könnyebb, mert szeretek versenyezni, és ott tényleg kicsit felszabadulok. Mennyit kellett változnod? Ugye beszéltünk a tinédzserkorról, amikor én azt gondolom, hogy az elv és a gyakorlat is azt mutatja, hogy száguld a fiatal versenyző. Aztán beérik, klasszissá válik fejben is, mondom én, és nyilvánvaló, hogy teljesen másként áll hozzá az egészhez, tehát tudatosabb lesz. Ez nálad is így történt? Igen, nekem rengeteget kellett változnom, mint mentálisan, tehát én azért, hát mondhatjuk úgy, hogy egy kicsit link is voltam, nem úgy álltam hozzá, azt hittem, hogy kevesebb edzéssel is majd sikerül, meg hogy meg tudom csinálni, hogy a tehetség az elég, de rá kellett jönnöm, hogy igenis nagyon sokat kell dolgoznom, és sokkal alázatosabbnak kell lennem, mint amilyen voltam. A csapattársak, a mesterek nyilván segítenek benne, de az alap mindig, én azt mondom, főleg egy ilyen sportágnál a család. Igen, nekem nagyon sokat segít a családom, tehát mindig, hogyha utolsó helyezett voltam, akkor is mindig megdicsértek, tehát én azt kaptam, hogy tényleg én vagyok a legjobb, én vagyok a legszuperebb, majd következőre sikerült, tehát soha nem szittak le, hogyha hátul végeztem. És most ugye bővült a családunk egy kisbabával, úgyhogy nagyon remélem, hogy mellette is majd tudom csinálni, és hogy sokan... A nagyszülők nagyon szeretnek segíteni, úgyhogy szerintem menni fog. A szeretet nem család, illetve nem eredményfüggő, semmiképpen sem. Nem. Mennyit kellett változnod anyukaként? Hát én nem gondoltam, hogy ez ennyi lemondással jár. Én azt hittem, hogy megszületik a kisbaba, és akkor ugyanúgy megy szinte minden, de ezek az éjjeli kelések, hát ez azért fárasztó. De szerintem annyira sokat nem változtam, mert ugyanúgy hiányzik az edzés, ugyanúgy szeretnék már menni. Egy kicsit komolyabb lettem talán, hogy nagyobb felelősséget kell vállalnom. Így van, hát ez nyilván egy óriási lépés, én azt hiszem, és ez a jövő útja mindenképpen a család. Egy kicsit essék szó arról, hogy ugye katonát tisztelhetünk benned. Miért döntöttél így? Engem felkerestek, amikor volt a katonai világbajnokság Budapesten, mert nem volt meg a csapat. És akkor én voltam a harmadik ember, és én ennek a felkérésnek nagyon örültem, és azóta is katona vagyok, és beraktak a sportszázadba, és ez nekem egy nagyon jó lehetőség, mert ugye öttusázóként mi ezt csináljuk egész életünkben, és hogyha abba hagyjuk a pályafutásunkat, akkor 30-30 pár évesen ott vagyunk, hogy nem dolgoztunk semmit, és ez a katonaság lehetőséget biztosít nekünk arra is, hogy ott fejezzük be, vagy hogy ott dolgozzunk, és hogy ott maradjunk, mint katona. Igen, ez jó döntés volt szerintem, hiszen Demeter Bence, Kassa Tibi, vagy jól mondtam, Kassa Robi, igen, Marosi Ádám. Marosi Ádám szintén ezt az utat választotta. Igen, igen. Tehát ez egy jó csapat gyűjtött össze? Igen, és nem csak az öttusázók, hanem ugye több kiváló sportoló is, és szerintem egy nagyon jó kis század ez az alakulat. És a katonai világbajnokság sem mindegy, mert az egy mindig rangot jelent. Én azt gondolom, hogy elsősorban, tehát a régebbi időszakban a KGST, illetve a Varsói Szerződés tagállamainak volt egy ilyen megmérettetése, és akkor is remekül szerepeltünk értelemszerűen, de most már ez kicsit más, kitágult a világ, és nagyszerű eredményeket értek el. Mennyire változtatta meg a mindennapjaitokat a koronavírus járvány? Az elején eléggé, amikor ugye bezárt az úszoda, meg mindenhol lezárások voltak, akkor nekünk elég nehéz volt úgy edzeni, viszont szerencsére a város biztosította nekünk a strandot, mert ugye hát az már nyára is elhúzódott, amikor bezárt, de mi tudtunk a strandon úszni, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség volt. Megnehezítette, mert vívásokon se vehettünk részt, ugye, hogy ott sokan vagyunk. Amit egyedül tudtunk csinálni, ugye a lövészetet otthon, tudtunk futni, ugye az bárhol lehet, és hát a lovaglást néha meg tudtuk oldani, amikor nem voltunk sokan, de tudtunk edzeni, meg tudtuk oldani. Igen, de mentálisan korán sem mindegy, hogy nem tudjuk, hogy, tehát a közösség az nyilván hiányzik. Igen, viszont nekem pont jót tett szerintem, mert én kezdtem besokalni, tehát nekem már nagyon sok volt a versenyzés, fejben elfáradtam, és nekem ez egy pont jó időszak volt, hogy újból összeszedjem magam. Tehát nyilván azért egy tudatos Alekszejev Tamarát ismertünk meg, ez nagyon fontos időszak. Tehát túl vagy rajta, és
a csalódáson is hellyel közzel, gondolom. Hellyel közzel, igen. Nekem ez a csalódás egy kicsit erőt is ad, hogy még keményebben csináljam, és hogy még jobban megmutassam. Tehát megerősítés, hogy Párizsra készülsz. Igen. Hogy telnek a mindennapjaid mostanság? Most még nem nagyon kezdtem el edzeni, most még csak, hogyha a párom vigyáz a kisfiúra, akkor el szoktam menni futni. Úgy tervezem, hogy 1-2 hét múlva állok bele az edzésekbe, és Dévai László kíséretével elkezdjük az edzéseket, és remélem, hogy nyár végén ugye itt lesz az Európa-bajnokság Székesfehérváron, hogy azon el tudok indulni. Bízom benne. Egy kicsit beszéljünk a sportágat érintő változásokról. Én meg kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon fog hiányozni a lovaglás. A versenyzők mit gondolnak erről? Semmelyik versenyzőnek nem tetszik ez szerintem. Ez egy nagyon nagy szívfájdalom nekünk, mert ugye nagyon sok mindenki a lovaglás miatt kezdi el az öttusát. Nagyon szeretjük az állatokat. Mint te magad. Igen, és ez a... Mégis ennek az öttusának egy hagyománya van szerintem, amit nem lehetne így elrontani. Nagyon rosszul érint mindenkit. Ugye Párizsban még lesz lovaglás, utána nem tudjuk, hogy mi lesz, tanácstalan és bizonytalan mindenki. Nyilvánvaló, de azért kell gondolni. Te mit gondolsz, melyik lenne az a sportág? Most csak ez egy felvetés. Nekem egyik se fog tetszeni, meg kell, hogy mondjam, amelyik Demeter Bence például a falmászást említette. Hát én sokat gondolkoztam rajta, de egyszerűen nem tudok olyan sportágat mondani, ami egy ilyen nemes sportágat, mint az öttusa vagy szakágat helyettesíthet. Tényleg egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy mi lehet. Akkor inkább legyen nélküle 4 tusa, de hogy berakjanak valami olyat, ami annyira nem ideillő, nem tudom. Nagyon fog hiányozni. Milyen lesz az idei éved? Nyilván megkezdődött az alapozás, vagy már túl is vagytok rajta, de azért ebben a köztes időszakban, az olimpiai utáni időszakban is nyilván fontos versenyek várnak rátok. Ugye az Európa-bajnokságot már említetted. Igen, ugye én a terhességem miatt csak 5 hónapos terheskoromig edzettem, és most kimaradt egy pár hónap, úgyhogy nekem nagyon nehéz lesz felzárkózni, ugye le kell adnom a plusz kilókat, vissza kell, hogy jöjjenek az izmok, tehát nagyon sokat kell fejlődnöm újból, de szerintem ez hamar vissza fog jönni. És hát ki tudja, hogy mikor tudok elkezdeni versenyezni. Remélem, hogy a világkupákon, ugye április végén lesz Budapesten az első világkupa, nem biztos, hogy azon még tudok indulni, viszont remélem, hogy utána a szövetségi kapitány elkezd indítgatni a versenyeken, és akkor látja, hogy fejlődök, és a világbajnokságot még nem is tudom, hogy ja, az Varsóban lesz. Varsóban lesz, hát nagyon remélem, hogy ott is el tudok indulni, és fogom tudni hozni a régi formámat. Mi is ebben bízunk, hiszen a tudatosság az nagyon fontos, már pedig téged tudatosként, tudatos versenyzőként, sportolóként ismertünk meg. Nos, hát, és mit kívánjunk neked? Hát egy érmet az olimpiára. A töpörtűnek egészséget, egyértelmű, és egy érmet az olimpián. Történjék igen. Így, és közben majd a világkupa versenyeken, Elbén, VB-n pedig további sikereket. Köszönöm szépen. A magyar bajnokságról is beszéljünk, mert az természetes. Hát remélem. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Alekszejev Tamara öttusázó volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.